Szubjektív leszek, nekem ez a nap beszélgetése. Merényi Zsuzsanna oktatási igazgató és Titti Katalin tanár a vendégünk. Hoztak csomó tankönyvet, meg nagyon sok mindent le is tették az asztalra. Jó reggelt kívánok, kezüket csókolom. És arról beszélgetünk, hogy iskolásokat tanítottak pénzügyi ismeretekre a pénzhéten, és hogyha már pénz, akkor hadd mondjak számokat. 1232 iskolában 14 000 órát terveztek, illetve a tanárokon kívül 700 pénzügyi vállalkozói önkéntes segítette a munkájukat, ha jól tudom, akkor ebben még minisztertől kezdve államtitkárig is mindenkiben van ember. Rükkoltam számokban, milyen jó vagy. Mert felírtam, és most felolvastam, mert hogy én úgy gondolom, hogy a magyar oktatási rendszer szubjektív érzésem nagyon nagy hiányossága volt, legalábbis korábban az, hogy pénzügyi tudatosságra nem tanították meg a gyerekeket, és 2008-ban, amikor mindenki felvett mindent, és nagyon sok probléma adódott, akkor meg is ittük ennek a böjtjét. Akkor egyébként hadd kérdezzek mindjárt innen a KIH-tól, akkor egyébként észbe kapott a magyar? Jó kérdés. Egy adatot még hadd tegyek hozzá a felsorolásához, hogy több mint 200 ezer diákot érünk el ezzel a programmal. És az elmúlt 5 évben, hiszen most jubileumi 5. alkalom volt, megkétszereztük az elért iskolák és diákok számát. A pénzügyi válság azt gondolom, hogy adott egy lökést, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, de a magyar azért egy érdekes és inkább muzsikus olyan szempontból, hogy a tücsökre jobban emlékeztetünk, tehát amikor szűkösség van, akkor összekapjuk magunkat, és amikor relatív bőség van, tehát az elmúlt években az látszik, hogy a családi költségvetést készítők száma sajnos csökkent. Tehát még a válság idején minden harmadik család készített költségvetést, addig mostanában, amióta jobb lét van, és ugye hallottuk itt a számokat, hogy milyen fantasztikus a munkaerő növekedése, azt látjuk, hogy akkor kicsit jobban megy, akkor visszafogunk, és ezzel nem törődünk. Magyarul, akkor ha jól értem, nagyon könnyen válunk könnyelművé. Hogy lehet a diákoknál elkezdeni ezt a munkát, hogy lehetőleg ne így legyen náluk? A mai diákok már nagyon modernek, és ők már abszolút a pénz pénzkörül fognak a gondolataik. A kicsiknek is, a nagyoknak meg aztán végképp. A elmúlt hét ugye a pénzhét jegyében telt, és egy olyan iskolában tanítok, ahol a 6 éves korosztály, tehát a 18 éves korosztályig minden gyerek megfordul, ezért ismerem az ő gondolkodásmódjukat, és az a múlt héten megismertem a pénzhez való hozzáállásukat, hiszen ezzel a banki segítővel, akiről már szó volt, nálunk is volt ilyen, végigjártuk majdnem az összes osztályt, az összes korosztályt, és hát nyilvánvalóan a mostani téma a befektetések voltak, hogyan tudjunk okosan befektetni. A gimnazisták voltak erre a legvevőbbek, hiszen nyilván ők már fél lábbal kint vannak az iskolából, és már őket érdekli ez a legjobban ez a téma. Őket érdekelte leginkább, hogy mik azok a állampapírok, mik azok a kötvények, mik azok a részvények, hiszen ők már lassan keresővé válnak, és a családban is a családi költségvetésbe is bele kell, hogy szálljanak. De a kicsiket is érdekelt. Az 5.-6.-osok nyilván még a zsekpénzükből próbálnak megtakarítani, és nekik még kisebb befektetési céljai vannak, mint a nagyobbaknak, ők még biciklire gyújtanak, telefonra, tabletre. De már a legkisebbéknél is voltunk, ugye az elsősök azok meg elmondták, hogy az ő főkereseti forrásuk az az extra segítség, amit a családban nyújtanak, a apukának, anyukának, nekik is van már. Hát van általános segítség, amit elvár egy szülő, meg a gyerek is tudja, hogy neki azt meg kell tennie minden nap, és van ezt a segítség, amit egyébként, amiért pénzt kapnak. És ez jó? Ha mondjuk, nem tudom, leviszed a szemetet, vagy havat lapátolsz, akkor kapsz érte 500 forintot, ez jó? Ellátogatsz ezt egyszer hozzánk, és 3 gyermekemen megmutatom neked, hogy mennyire hasznosan lehet stratégiát felépíteni. Itt nem a pénzről van szó, hanem a stratégiáról, hogy kapsz 20 forintot azért, hogyha megteszed, és tudja, hogy annak a 20 forintnak mi az értéke. Uh-huh. Nem tudom, nekem ez kettős ennek a megítélése, de hallgassuk a szakembert, hogy mit mondanak erre. Tudják, bocsánat még annyit, hogy ez azért fontos egyébként, hogy tényleg tudják, hogy a pénzért meg kell dolgozni. Tehát, hogy nem csak apa meg anya bedugja azt a bankkártyát
a gépbe, és utána ott onnan ömlik a pénz, hanem az annak van valami keresítő. Bedugja, bizony, ömlik a pénz. Na, hol kell ezt akkor elkezdeni? Mert örülök, hogy a zseppénz fogalmát kimondtam, mert én úgy gondolom egyébként, hogy a zseppénz az önmagában egy edukációs folyamatnak is lehet egy része. De például akkor, amikor itt a fekete péntekről beszélgettünk, sokan mondták azt, hogy a legnagyobb spórolási eszköz például az, hogy valaki listát ír, hogy mit szeretne egyáltalán vásárolni az ABC-ben. Idáig visszamennek, vagy inkább most a részvényekről, a hogyan csináljunk 5 forintból 6 forintot elven mutatják ezt be? Ez két út. Az egyik egy alkalmi találkozás, hiszen nincs olyan tantárgy ma a közoktatásban, amelyik ezzel a témával foglalkozna, leszámítva azt a néhány iskolát, akik a pedagógiai programjukba bevették. Legyen? Tehát Zsuzsa, legyünk konkrétak, legyen ilyen? Hát ha legyen. Az élet egyik legfontosabb igen, terület, akkor hogy itt a kérdés szerintem önöknek, saját maguknak is olyan tudják tenni, nem kell még én sem. Miért nincs? Ha ennyire fontos a mindennapjunkban, mint Egyesült Államokban van, napi szinten oktatják a gyerekeket, befektetésre Magyarországon miért nincs ilyen? Mi próbálkozunk sok csatornán eljutni, készült például ez a Számoljunk a befektetésekkel füzet, ami a matematikát fogja karon, és kérjük meg őket arra, hogy 9-be, 10-be, 11-be, stb. Azon az évfolyamon és avval a tudásszinttel, amivel a gyerekek rendelkeznek, foglalkozzanak ezekkel a témákkal. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy az iskolában a tudásról alkotott képet kellene egy kicsit átalakítani, és ebben nagyon fontos eszköze van tantárgyaknak, matematikának, és hát lenne ennek a mi általunk készített két könyvnek is, mert az volt a munkamegosztás, hogy én hoztam a munkafüzeteket, és a hosszú távú gondolkodáshoz pedig egy általános iskolásoknak és középiskolásoknak készült könyvet készített a pénzirányító alapítvány, és ingyen juttatjuk az MNB segítségével az iskoláknak. Most itt hirtelen felismerült bennem egy gondolat, hogy szerintem annak viszonylag pici a realitása, hogy plusz tantárgy legyen pénzügyi ismeretek címmel. Szerintem pedig ez nem túl reális elvárás, de az, amit mondott, hogy mondjuk a nemzeti alaptantervet, úgyis ugye most zajlik ennek a felülvizsgálat átalakítása, igen. Hogy mondjuk igen a matematikán belül legyen kifejezetten olyan, amikor megtanulom kiszámolni a THM-et, a részvényárfolyamat, a kötvényárfolyamat, ilyeneket, tehát ami nem elvont matematikai példák, hanem tényleg a gyakorlati élet, hogy erre van esély, alakul ilyen irányba? Abszolút van erre esély. Egyébként vannak olyan iskolák, mert ahol eleve vannak ilyen órák, pénzügyi ismeretek órák. Van minden iskolának egy szabadon felhasználható órakerete, amit arra az órára szán, amit ő szeretne. És van, aki erre szánja. Mi is bizonyos százalékát ennek az órakeretnek erre szánjuk, és nálunk is van ilyen külön, ilyen pénzügyi ismeretek és vállalkozási ismeretek oktatás, egyébként évközben is. És mert az elejétől kezdve, ugye 5 éves jubileumát ünnepelte most a pénzhét, mi az elejétől kezdve benne vagyunk, és külön ugye ezen a héten még sűrítve próbálunk ezzel foglalkozni. Ez volt a jubileum, élje meg a 10-et, a 15-öt, meg a 20-at, és beszéljünk róla minél többet, tényleg ez volt a napbeszélgetése. Köszönöm, hölgyeim, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.